tavasszal majd a két étőek és a hüllők is nagyon fogják szeretni ezeket a vízállásos területeket. Rekord magas a vízállás Sóstón. Az üzemi szint 107,5 cm, de most ennél is magasabb, 121 cm-es a tó. Ennyire még nem volt kint az ösvény mellett itt a Csőszház utcánál. A magas vízszint felfrissíti a természetet, nagyszerű élőhelyet varázsol a növény és állatvilág számára, valamint könnyebbé teszi a területen a munkavégzést is. Fenntartási munkák is könnyebbek, és nyilvánvalóan azért az élővilágnak minél több a víz, annál jobban érzik magukat, tehát nincsenek kipatkásodások a szigetek mellett is, a költőszigetek mellett is megfelelő nagyságú a víz, úgyhogy és ilyenkor még azért nagyon sok helyen az erdőhöz közeli részek ki is öntenek, ami szintén nagyon jó tud lenni az élővilág szempontjából. Csete Gábor hozzátette, a csapadékos időjárás mellett a vízgazdálkodási rendszernek köszönhető, hogy ekkorát emelkedett a vízszint. A Sóstó vízpótlása három helyről érkezik. Egyrészt csapadékcsatornán az Aszalvölgyi árok felül a Basaárkon keresztül, valamint ide van vezetve a stadion parkolóiból és a tetőről is a különböző szűrőkön átérkező esővíz, valamint négy éve tisztított szennyvizet is kapható. A Sóstó vízállása 130 cm-ig emelkedhet, de a szakember abban bízik, még több eső esik, és akkor a szint elérése után a déli, mocsaras rész is víz alá kerülhet. Át tudunk engedni vizet a déli tómederbe. Ez 2018-ban nem lehetett kikotolni, mert itt egy vízzáró réteg található, tehát ezt nem szabad megsérteni. Úgyhogy ott egy ilyen mocsaras, nádasos élőhely van, de hogyha engedünk bele oda is még több vizet nyilvánvalóan, akkor az is vitalizálja azt a területet. Alakul a Velencei tó vízállása is. A csapadékos időjárás miatt folyamatosan emelkedik a vízszint. A jelenlegi 87 cm-rel azonban még így is messze az ideális 130 cm. A pátkai tározó zsilipjét megnyitották, 1 millió köbméter vizet kap így a tó, ami további 4 cm-nyi emelkedést jelent. A szakemberek ebben az esetben is bíznak a sok esőben.